Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét egy 10-es listával jelentkeznék, mégpedig 10 kedvenc filmes monológom listájával. A szokásostól eltérően most nem fogok belepofázni, beszéljenek helyettem azok a mondatok, melyeket nagyszerű forgatókönyvírók írtak és zseniális színészek adnak elő. Én vagyok William Wallace. És mit látok? Honfitársaim egész seregét! Akik dacolnak a zsarnoksággal. Ha harcolsz, meghalhatsz. Ha elfutsz, megúszhatod. Legalábbis egy ideig. És majd halálos ágyadon, sok-sok év múlva, visszasírod e percet, s örömest odaadnád lopott életed minden napját. Ezért az egyért, ezért a lehetőségért. Van benne egy passzus, amit kívülről tudok. Pontosan ideillik. Ezékiel 25:17. Az igaz ember járta ösvényt, mindkét oldalról szegélyezi az önző emberek igazságtalansága és a gonoszok zsarnoksága. Áldott legyen az, ki az irgalmasság és a jó akarat nevében átvezeti a gyöngéket a sötétség völgyén, mert ő valóban testvérének őrizője és az elveszett gyermekek meglelője. Én pedig lesújtok majd tereát hatalmas bosszúval és rettentő haraggal. És amazokra is, akik testvéreim ármányos elpusztítására törnek. És majd megtudjátok, hogy az én nevem az Úr, amikor szörnyű bosszúm lesújt rátok. Csak is szánalmat érzek a vád legfőbb tanúja iránt. De ez a szánalom a legkevésbé sem jogosítja fel arra, hogy így veszélybe sodorja egy ember életét. Pedig ezt teszi, hogy elvesse a saját bűntudata nyűgét. Tom Robinson a létével minden nap emlékeztetné arra, amit tett. Mert miről van szó? Megkívánt egy négert. Fehér létére őt kívánta meg. Olyasmit tett, ami rettenetes bűn a társadalmunkban. Megcsókolt egy feketét. Nem egy idős nagybácsit, hanem egy ifjú, erős, néger férfit. Láttam a borzalmakat, amiket maga is. Ahhoz nincs joga, hogy gyilkosnak nevezzen, de ahhoz van, hogy megöljön. Joga van, hogy megtegye, de nincs joga ítélni felettem. Olyan emberek kellenek, akik erkölcsösek, de egyidejűleg képesek megmozdítani ősi ösztöneiket, hogy érzés nélkül öljenek, és a lényeg anélkül, hogy ítélkeznének. Tudja, milyennek látom a jó táskájával és az olcsó cipőjével? Egyszerű bugrisnak látszik, kivakart, törtető bugris, és rossz ízlésű. A jó táplálkozástól nem olyan rövidek a csontjai, de legfeljebb egy generáció választja el a bányáktól. Így van, Stanley nyomozó. A beszédén is érződik, hogy alacsony sorból származik, hiába palástolja. Mi volt az apja, ugye? Szép bányász. Emlékszik még a lábba szagára? Elég hamar felfigyeltek a fiúk magára. Ott fogdosták a ragacsos kezükkel a kocsi hátsó ülésén, miközben maga a pokolba kívánta őket, vagy akárhová. Egyenes út vezetett az FBI-hoz. Mire vagy pontosan kíváncsi? Hogy megbántam-e, amit tettem? Nem telik el nap, hogy ne sajnálnám. De nem azért, amiért itt vagyok, vagy amiért szerinted kellene, hanem mert visszatekintek arra, fiatal, ostoba kölyökre, aki elkövette azt a szörnyű bűnt. Szeretnék értelmesen szólni hozzá. Elmondani neki, hogy mi miért van. De nem lehet. Mert a kölyök rég felnőtt, és egy vén ember vált belőle. Így kell tovább élnem. Választ vár tőlem? Jogom van megkövetelni! Hallani akarja a választ? A igazságot akarom hallani! És mihez kezdene az igazsággal? Fiam, a világunk tele van falakkal, és ezeket a falakat fegyveres emberek őrzik. Ki vállalkozik erre, maga? Maga a Weinberg hadnagy?
Nagyobb a felelősség a vállamon, mint maga el tudná képzelni. Siratja Santiagót és elátkozza a tengerész gyalogosokat. Élhet a luxussal, azzal a luxussal, hogy nem tudja, amit én tudok, hogy Santiago halála, bár tragikus volt, valószínűleg életeket mentett meg. És az én létem, bár groteszk és felfoghatatlan a maga számára, életeket ment meg. Mi azt emlegetjük, becsület, törvény, lojalitás. Ezek képezik a gerincét a mi életünknek, amellyel védjük a magukét. Maguk ezekkel csak viccelődnek. Mondok valamit, amit amúgy is tudsz. A világ nem csak napfény és szivárvány. Ez egy kegyetlen, undokhely, és bármilyen tökös rác vagy, térdre kényszerítenek a hagyod, és soha nem engednek felállni. Senki nem tud olyan nagyot ütni, mint az élet. De nem az számít, mekkorát ütsz, hanem hogy mennyi ütést állsz ki, mikor talpon kell maradni. Bírni kell a pofont, és muszáj menni tovább. Csak így lehet győzni. Ha tudod, hogy mit érsz, menj és küzd meg azért, ami jár, és közben viseld el a pofonokat. Nem utogass másra, nem mondd, hogy nem te vagy a hibás, hanem ő vagy akárki. Ez gyáva duma. És te, fiam, nem vagy gyáva. Te jobb vagy annál. Én láttam olyan dolgokat, amiket ti emberek el se hinnétek. Lángoló csatahajókat az Orion peremén. Gyilkos sugarakat az éjben a Tannhäuser kapunál. Mindezek a pillanatok elvesznek az időben, mint könnyek az esőben. Hozzám beszélsz? Hozzám beszélsz? Hozzám beszélsz? Ki máshoz beszélnél? Hozzám beszélsz? Csak én vagyok itt. Mi a fasz képzelsz? Kihez beszélsz? Ó, oh, igen? Hé? Huh? Oké. Okay. Huh? Ide figyeljetek, ti pöcsök, ti faszfejek. Itt van valaki, aki nem tűr tovább. Aki nem hagyja magát. Valaki, aki szembeszáll a strécikkel, a kurvákkal, a gazemberekkel. Ennyi lett volna a kedvenc monológiaim listája, remélem tetszett, ha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtalálhatod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!